A szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, az alkémia ma esti előadásában. Molekulák áramlásban. Az a kérdésünk, hogy ez most valóban, csak mi érezzük, akik ezzel a témával foglalkozunk, vagy valóban egy új ipari forradalnak a kezdetén vagyunk a szintézis technológiában. Másképpen úgy is mondják az áramlásos kémiát, hogy flow kémia, és erről az embernek egy kicsit más jut az eszébe, hogy a pszichológia, Csíkszent Mihály Mihály ugye a flow élményről szokott beszélni, illetve ezt nagyon jól ismerjük, és ezzel kapcsolatban csak felhoztam ezt a bizonyos kis rövid szlogent, ami a flow élménynek a összefoglalója, és szeretném itt kiemelni azt, hogy az ember teljesen elmerül abban, amit éppen csinál, amitől örömmel töltődik föl. Hát ilyen a tudományos kutatás, és így mindenkinek szeretném ajánlani, hogy ugye a szerelem is egy hasonló dolog, de a tudományos kutatásban meg lehet találni ezt az örömet és ezt az érzést, azaz a flow élményt. Hát akkor próbáljunk meg egy kis flow élmény irányába elindulni. Miről is lesz szó ebben az előadásban? Egyfajta időutazás, amiben megpróbáljuk nézni, röviden áttekinteni, hogy az ókori világtól, akkori laboratórium technikáktól, hogy jutunk el a mai labortechnikáig, és hogy hogyan lesz ebből gyakorlatilag áramlásos kémia, tehát a lombiktól a mikrocsövekig, és egyáltalán mit jelent, mitől lehetnek jobbak az áramlásos mikrorendszerek. Miért jó az, hogy miniatizáljuk ezeket a rendszereket és ezeket a reaktorokat, bemutatjuk az áramlásos típusokat és ennek jelentőségét, majd tehát arról szeretnék beszélni, hogy akkor valóban miért gondoljuk azt, hogy ez egy új ipari forradalomnak a kezdete, tehát a laboratóriumból a közvetlen gyártásba tudunk eljutni, automatizált, önoptimalizált rendszerek alakulnak ki, ott gyártunk, ahol kell, ez az igény szerint ütemezett gyártás, majd a kémia kilép a világőbe. És milyen lesz a távoli jövőnek a laboratóriuma? Tehát csak egy rövid kitekintés, vagy visszatekintés, Ugye lombikat az ókorban óta használnak, már a római korban az ásatások során találtak lombikokat, nem biztos, hogy ezt mondjuk konkrét kémiai reakcióra használták, de az alakja hasonló, használták az alkimisták, és egészen a napjainkig tulajdonképpen a lombik ural uralja a laboratóriumnak a leglényegesebb eszköztárát. Már 1998-ban A.G. Bard azt írta, hogy a kémiai laboratórium gyakorlatilag nem változott. Tehát továbbra is 19. századi stílusban végezzük a szintézist, annyi különbséggel, hogy most jobbak az üvegeszkézeink és jobb analitikai eszközökkel rendelkezünk. De igazi előrelépés nem történt. És ez valóban így van, évszázadok óta gyakorlatilag a laborban a helyzet változatlan. De az áramlásos kémia azért mégiscsak utat tört magának, és két nagyon fontos ö, gyökerét ö, említeném meg. Az egyik, hogy a nagyipari gyártásban, tehát petrolkémiában, gyógyszeriparban folyamatos üzeménygyártások gyártások során már folyamatos csőreaktorokat alkalmaztak. Magam is a kinoin szanofinál dolgoztam, és valamikor nagyon-nagyon korai időkben volt egy olyan gyógyszer, aminek az egyik intermediárjénél ö, szinte tonnás méretben lehetett gyártani egy folyamatos csőreaktorban ezt a terméket, vagy ezt a intermediért. Eközben ugye a másik irány az, hogy különböző elválasztás technikai és analitikai módszerek jelentek meg, és ezek használtak fémkapillárosokat, és ez a gázkromatográfia. És a gázkromatográfia használt rozsdamentes acél kapillárist, ezt Metzger úttörő kísérletekben áramlásos kémiával reakciókat végzett benne, és ezt tekintjük gyakorlatilag az első áramlásos kémiai laboratóriumi megoldásnak. Itt látható középen ez az a bizonyos kapilláris rendszer, amin ő reakciókat hajtott végre. De az igazi paradigma váltás a laboratóriumban a 2000-es évek után kezdődött, és itt szeretném ezen a két részből álló ábrán bemutatni, ugye a klasszikus lombik alapú szakaszos laboratóriumban, valójában, mit, mivel dolgoztunk, és mivel dolgozunk, ma is még többségében. Tehát van egy lombikunk, abban két, egy A, meg egy B reagens, normál esetben összemérünk, ezt fűtjük, hűtjük, utána a terméket, hogyha ebből egy C termék keletkezik, azt feldolgozzuk, elválasztó törtségben majd az oldószereket lepároljuk, tisztítjuk kromatográfiás oszlopban, végül vagy kristályesítünk, vagy eltávolítjuk megint a felesleges oldószereket, és kapunk egy tiszta terméket. Tehát ez egy eléggé munkaigényes folyamat, lényegében különböző szakaszokra van bontva, feldolgozástól, magától a reakcióig. Most ettől eltérően a folyamatos áramlásos kémia az végül is ezt az egész folyamatot mondjuk itt helyezetten csak a reakció résztnek a elemeit soroljuk föl. Ezt másképpen oldja meg méghozzá úgy, hogy oldatokban, oldatokat szállít keresztül egy csőrendszeren, összekeveri az A és a B terméket egy két darab pumpa segítségével, majd egy reakciózónába juttatja be, ahol lehet fűteni, hűteni, vagy fényjelbe sugározni. Ezt követően a reakciót le lehet állítani egy újabb, mondjuk, vegyületnek a, beadalgolásával, és azt, hogy az egész nyomás alatt legyen, ez egy ellennyomás szabályozó is van a rendszerbe beépítve, és a végén végül is a terméket összegyűjtjük. Tehát ez egy folyamatos áramlás, ahol a két reagensből lesz egy termék, és az pedig a végén kifolyik. Tehát különböző egységek itt láthatók, hogy pumpák, keverők, csőreaktor, nyomásszabályzó. Itt lehet látni ezen az ábrán, hogy ez valójában mozgásban hogyan működik, ugyanez, mint az előzőben, csak A, B és C reaktánsok, két reaktor összekötve, egy tisztítási folyamat, és a végén összegyűjtjük a terméket egy megfelelő edényzetben. Gyakorlatilag három nagyon lényegi altípusa van ezeknek a reaktoroknak. Az egyik az üveglapka -csip, Gyakorlatilag itt egy üveglapról van szó, ami körülbelül 2 centi vastag, és ebbe belemartak csatornákat, és azon a csatornákon keresztül, tehát ezek mikrocsatornák, tehát az átmérője az mondjuk az 1 centiméter alatt van, de jóval 0,2 cm-es ilyen csatornák is léteznek, vagy a másik, amikor egy tekercset egy ilyen fém cső köré tekerünk, és ezt lehet hűteni, fűteni, és hát gyakorlatilag itt folyadék-folyadék fázisú reakciók zajlanak le. Vagy a harmadik, ezek a töltött oszlopok, ahol heterogén fázusú reakciókat lehet végrehajtani, tehát mondjuk a, a oszlopot megtöltjük egy katalizátorral, vagy megtöltjük egy olyan e, e, kihurgonyzott e, reagenssel, ami gyakorlatilag a reakciót végműletéletét elősegíti. Tehát gyakorlatilag ez a három az, ami többé-kevésbé az áramlásos kémiában ma használatos, és látható, hogy a pumpa pumpálja be a különböző termékeket, és végül a, 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 a kindulásanyagokat és a termékeket összegyűjtjük. De most látható, hogy itt különböző reaktorok vannak, különböző szerelvények vannak, és e, különböző lehetőségek, hogy ezeket különböző módon tudjuk e, összeépíteni, tehát játszik a vegyész a laboratóriumban, hogyha rendelkezésre állnak ezek a különböző szerelvények és reaktoregységek, akkor ennek megfelelően és adott reakcióhoz adaptálnak megoldásokat, és itt mondjuk két ilyen gyógyszer molekulának a áramlásos kémiai szintézisét lehet bemutatni. Tehát végül is ez egy laboratóriumi Lego, teljesen más, mint amikre a lombokokkal dolgozunk együtt, vagy a lombikok kémiájában, hanem itt egy áramláshoz különböző eszközöket egy sorba kapcsolunk, és így hajtjuk végre a reakciót. Tehát teljesen más metodika, és teljesen más az elvi megközelítés. Hát akkor nézzük meg azt, hogy mi is, miben is különbözük, és mi a hasonlóság, és mi a különbség a lombik alapú szakaszos és a folyamatos áramlásos szintézis között. Itt a bal oldalon látható a úgynevezett lombik reaktor, ez batch reaktornak szokták hívni, tehát ahol az AB reagenst bemérjük, és akkor a megfelelő körülmények között ez a bizonyos reakció lejátszódik, és tulajdonképpen folyamatosan ez a, bizonyos másik, ezért a terméké alakul. Alapvetően a legfontosabb paraméter itt az idő, tehát a reakció idő, mondjuk a hőmérsékletet és a nyomást azt most nem tekintem, de lényegében időben változik az, hogy az átalakulásnak a folyamata, és egy terméki jutunk. És nézzük meg az áramlásos reaktort, tehát a flóreaktort, ahol valóban hasonló módon végül is idő elteltével tudunk jutni ugyanolyan mennyiséghez, mint mondjuk a lombik reaktorban, de a lényege és az egész folyamata az gyökeresen más. Ugyanis folyamatosan tápláljuk be a kiindulási anyagokat, a csőnek ezen a bizonyos oldalán, és ahogyan a cső keresztül haladnak a reaktások, úgy alakul át ez a két reaktás egy termékké, és ahogyan folyamatosan adagoljuk be, és ez a folyamatos áram működik, így gyűlik össze egy bizonyos idő után ugyanaz a mennyiség, mint a lombik reakcióban. Itt a legfontosabb az, ugye a reakció előadása szempontjából, hogy magában, ebben az oszlopban vagy csőben éppen hol helyezkedik el az a bizonyos molekulakompozíció, tehát magyarán nem az időfaktor a legfontosabb, hanem az, hogy milyen távolságot tesznek meg a molekulák ahhoz, hogy ez valójában a termékhez tudjunk jutni. Tehát látható itt alatta, hogy ezt egy kicsikét ilyen ö, 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 reakciókinatika szerint, hogy van egy bizonyos, ö, van ez az áramlásos reaktorunk, és van -e a lefutása ennek a reakciónak, tehát a kiindulási anyag szépen addig-addig csökken, amíg, hogyha jól optimalizáltuk magát a reakciót, akkor a a, ezen a csővezetéken, hogyha végére jut, addigra elfogy, és termékünk keletkezett. Tehát a legfontosabb itt az, hogy az áramlásos rendszerben állandó áramlási sebesség mellett a reaktánson koncentrációi exponenciálisan csökken, a reaktor mentén mért távolsággal, miközben a lombikkal ugyanez az időmúlásával történik. Tehát nagyon-nagyon fontos számunkra az a pár tényező, amit az áramlásban való reakció végrehajtása során nekünk figyelembe kell venni, és amivel ezt az egész rendszert mi befolyásolni tudjuk, ez az áramlási sebesség, a tartózkodási idő és a koncentráció. A kettő, az áramlási sebesség és a tartózkodási idő az nagyon komolyan összefügg, tehát itt látható ez a bizonyos egyenlet, tehát hogy a Valójában ugye van egy a reaktorunknak egy térfogata, ami a hosszúság és a keresztmetszetnek ugye az orzata. És a lényeg az, hogy ez a bizonyos térfogat és a ennek a áramlási sebességnek a hányadó és a, ez a tartózkodási idő, ami alatt gyakorlatilag a reakció lejátszódik. De ez fordítva is igaz. Hát ha azt mondjuk, hogy a, szeretnénk tudni az áramlási sebességet, akkor a ezt a bizonyos reaktor térfogatat osztjuk el a, 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 a tartózkodási idővel. Legfontosabb tény ez, hogy az sebesség növelésével csökken a tartózkodási idő, tehát fordított arányban vannak egymással, hogyha mondjuk a térfogat az nem változik. A másik nagyon fontos különbség, ugye amikor mi egy lombikban végrehajtunk egy reakciót, akkor bemérjük, abban a molekuláris arányban, tehát celluláris az A és a B reagens, vagy a több reagens, hogy azok éppen a reakciónak megfelelő arányban szerepeljenek benne. Itt az áramlásos rendszerben valójában két dologgal tudunk játszani, az egyik az a koncentráció, a másik pedig az, hogy milyen áramlási sebességgel Kapcsoljuk össze, és itt ugye keveredik össze. Tehát az, hogyha mondjuk gyorsabb az áramlási sebesség, akkor természetesen itt nagyobb mennyiség kerül bele. Tehát lehet játszani ezt a bizonyos molekuláris arányt, ezt be tudjuk állítani az áramlási sebességgel és a reagens áramnak a koncentrációjával. Tehát ez jelentősen különbözik attól, mint amit a lombingban kell nekünk mondjuk figyelembe venni. Tehát ott a, már eleve a Bizonyos molekuláris arányban mérjük be ezeket a vegyületeket. Az áramlásnak a jellege nagyon fontos a sikeres áramlásos kémiai reakció végrehajtása szempontjából, és itt kétféle áramlás van. Hát itt a fluidikával foglalkozók ezt nagyon tüzetesen kielemezték. A lényeg az, hogy az áramlás lehet réteges és lehet örvénylő. Ez a réteges ez a laminális áramlás van egy ilyen nagyon fontos mérőszáma ennek a, ez a Reynolds szám, aminek a részletében nem mennék bele, csak hogy pontosan mit is takar. Tehát ha ez az érték ez kisebb, mint 100, akkor valójában úgynevezett tisztán réteges áramlásról beszélünk, és látható, hogy ebben az esetben, tehát itt ez a lamináris áramlás, látható, hogy itt a, Ahogyan szépen előre halad, a, a mondjuk ahogyan itt beagadalgoltuk a, a reakciót, vagy a reaktásokat, egy ilyen parabolikus frontprofil alakul ki, és ez egy falhatásnak az eredményeképpen, tehát a falnál ugye visszaszorul és egy kicsit középen pedig előrébb. És ebben a laminális államlásban, és ez a legfontosabb jellege és jellegzetessége és előnye, az hogy itt a diffúzió dominál. Miközben van a turbulás örvényleváramlás, áramlás, itt 2500 fölötti Reynolds számoknál tisztán turbulens az áramlás, itt nagyon gyors a keveredés, ezt egy, az örvény is eredményezi, de ez a bizonyos diffúziós hatás itt nem annyira érvényesül, amit mi ugye az áramlásos kémiában viszont szeretnénk kihasználni. És annyit erről a Reynolds számról, hogy ez a tehetetlenség és viszkózus erőknek az arányát jelenti, és az a lényeg, hogy ha a csőreaktorokat lekicsinyítjük, mert itt ugye miniatűrizálásról van szó, a folyadék áramnak a tulajdonságait egyre inkább ezek a viszkózus erők szabályozzák. Tehát a Reynolds számnál, hogyha a gyakorlatilag minél kisebb Reynolds számot szeretnénk, akkor a viszkózus gyakorlatilag erők növekednek meg a tehetetlenségi erők rovására, tehát ez biztosítja azt, hogy itt egy réteges állomásról van szó. De miért is előnyös nekünk ez a lamináris, ez a réteges áramlás? Ugye a keveredés a rétegek közt kizárólag diffúzióval valósul meg, és ez nagyon-nagyon lényeges. Tömegátadást így a molekuláris diffúzió uralja, tehát igazándiból azokat a reakciókat, amik ö, ö, m, igen. Igen, gyorsak, ezek Diffúzió, diffúzió válnak. Most csak azért, hogy tudjuk világosan, hogy mi is az a diffúzió, ez egy kényszer, tehát külső erő hatása nélküli elkeveredés, tehát az egymással érintkező különböző halmazállapotú vagy koncentráció anyagok külső erő hatására nélkül történnek meg, és ez a hőmozgás az alapja. Tehát gyakorlatilag látható itt, ahol ez a két reagens összekeveredik, és folyamatosan haladnak előre. A közöttük ez a áramlási irány, merőleges irányban történik, ez a bizonyos diffúzió, ami igazándiból jellemző a lamináris áramlásnál történő, a történő reakciókra. És ezt szoktuk kihasználni, és nagyon, nagyon jó, ki lehet ezt használni az áramlásos kémiában, és nagyon komoly előnyöket biztosít. Látható itt ez az üveglapka amit pontosan ez a lamináris áramlású reakciókra találtak ki. Ez szóval nagyon érdekes dolog, hogyha ezt megnézzük, ezt egy kicsit az a, a, áramlástannak az alapjait figyelembe véve, hogy a két irány van. Itt van egy festék, festékes víz, és itt van egy sima víz, hogyha ebben az irányban halad, gyakorlatilag a rendszer ebben az irányban nyomjuk egy pumpával, és folyam a másik, irány, a másik esetben is, akkor itt van ez a merőleges áramlás, hogy a festék az szépen átmegy a vizes fázisba, de ugye ahogyan eltávozik, gyakorlatilag csak enyhén színezi meg, tehát csak kizárólag a diffúzióval történik ebben a bizonyos laminális áramlásban, megtartva ezt a bizonyos réteget, a, gyakorlatilag a, ez az anyag átadás. Hogy ezt mire lehet felhasználni, ezt a következő árban mutatnám, de előtte még hogy az a lényeges, hogy minél kisebb, annál jobb. Ez az áramlás és kémiának az egyik alapszlogenje. És itt van ez a bizonyos miniaturizálás. Tehát erről beszéltem, hogy a megnövekedett diffúzió az egyben egy megnövekedett tömegátadást is jelenti. És a áramlásos mikroreaktorokban a különböző koncentráciai rétegek és fázikos vastagsága az viszonylag kicsi, mert ez a bizonyos diffúziós útonal rövid. Tehát, hogyha van egy pici kis csövünk, avval merőlegesen, ez egy nagyon-nagyon pici rövid távolság, ami segíti azt, hogy ezen a bizonyos távolságon keresztül nagyon hamar összekeverednek a különböző komponensek. Láthatjuk azt, hogy itt egy lombikról van szó, egy festékes grádiens, vagy nem tudom, egy festékes kis egységet beleöntünk, akkor akár órákra is szükség van ahhoz, hogy itt gyakorlatilag ebben ez a bizonyos kék festék elkeveredjen, miközben ugyanez egy adott mikroreaktorban, tehát egy ilyen üveglapka reaktorban nagyon hamar megtörténik. És látható az is, hogy a diffúzióhoz szükséges idő arányos a diffúziós útvonal hosszának, azaz a reaktor, át, reaktor átmérőnek a négyzetével, és itt látható az, hogy minél kisebb ez a bizonyos méret, annál gyorsabb maga a diffúzió. Ennek az alkalmazása ugye a szerves kémiában az egyik nagyon komoly, meg számos nem csak szerves kémiában, hanem magában. a gyógynövény kémiában is, meg egyéb hasonló rokon, rokon tudományokban, az, hogy oldószeres kioldás, és az oldószeres kioldás az áramlásos mikroreaktorban nagyon-nagyon hatékonyan történik, pontosan nem a lamináris réteges áramlásnak az eredményeképpen. Tehát ha azt nézzük, hogy van mondjuk a lombikus megoldásnál, van egy választó és ott két réteg van, az egyikben van az értékes anyagunk, és egy másik nem elegedő oldószerrel szeretnénk ezt kioldani, akkor összerázzuk, és az összerázás után egy jelentős része, tehát a kék, festék, ami mondjuk az alsó rétegben van, az egy részben átmeni a felső fázisba, ezt elválasztjuk, és akkor ilyen módon tudjuk ezt a bizonyos hát, festéket vagy vegyületet kinyerni. Na most a mikroreaktorokban, ugye, ahogy a luminárisan halad előre, a két mondjuk beadagolt, egymással nem elegyedő oldószer, látható, hogy a diffúziónak az eredményeképpen, ami merülleges a áramlási irányjal, szépen az értékes anyagunk átvándorul a másik fázisba, és akkor így szépen ki tudjuk ezt nyerni. A lényeg az, hogy a megnövekedett diffúzió nagyon gyors átoldást és e ezt, extrakciót eredményez. Tehát ez is egy nagyon komoly előny. És ez is a miniaturizálásnak és a laminális áram, azért réteges áramlásnak köszönhető. A másik, ahol ugyanezt tudjuk mondani, hogy minél kisebb, annál jobb, a megnövelt felület térfogat arány az gyorsabb hőátadást eredményez. Nagyon fontos az, és ezen a bizonyos kis ábrácskán látható, hogy a mikroreaktorok térfogat egységre vetítve nagyobb felülettel rendelkeznek, mint a lombikreaktorok. Ha a méretet százszoros méretben csökkentjük, az adott térfogathoz tartozó felület százszorosára nő. És ennek az az eredménye, hogy ezen a megnövelt felületen a hőátadás sokkal gyorsabb, ami gyors fűtést, gyors, gyors fűtést és pontos hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé. És ez nagyobb biztonság is mondjuk a szerves kémikus számára, meg a, a, vegyipar számára. Lényeg az, hogy ugye veszünk egy lombikot, a lombikot beleteszünk egy olajfürdőbe, jó meleg, és megpróbáljuk ezt felmelegíteni, akkor először természetesen a falán lesz nagyon-nagyon meleg, és középen szinte még a hőmérséklet megmarad az eredeti, és egy túlhevítés is előfordul, és hát nagyon lassan áll be az a hőmérséklet a lombikon belül, amit mi szeretnénk. Ennek ellené, tehát pontosan ebben ellentétben egy mikrocsatornában ezen miniaturizálás okán nagyon-nagyon hamar beáll az a hőmérséklet, amit mi szeretnénk, tehát egy homogén hőmérséklet eloszlás is alakul ki, és ez, ennek a kihasználása több módon Okoz, vagy jelent nagyon fontos előrelépést a áramlásos kémiában. Tehát lényegében nagyon sok hőtermeléssel járó exoterm reakció van, aminél, hogyha próbálunk hűteni egy lombikban, akkor nagyon komoly hűtést kell igénybe vennünk, nagyon sokszor mínusz 78 fokon acetonos száraz hajtunk végre reakciókat, csak azért, mert olyan nagy a hőtermelés, hogy ezt valamilyen módon a lombikon belül próbáljuk visszafogni. Na most, amennyiben mi mikroreaktorokat használunk, akkor tulajdonképpen ezt a hűtést meg is lehet spórolni. Számos alkalom olyan reakciókat, amiket mínusz amiket 78 fokon ö, já, játsz, játszhatunk le, mondjuk klasszikus lombikban, ezt meg tudjuk csinálni úgy, hogy nulla fokon játszhatjuk le egy mikroreaktorban. Tehát éppen azért, mert a hőátadás annyival gyorsabb és annyira hatékonyabb, hogy ez ezt is lehetővé teszi. Egy nagyon rövid kitekintés arra, amiről az elején a három típusú reaktorban beszéltem, hogy az állavágyas áramlásos reaktorok, ezek a heterogén fázisú reakcióknál játszanak szerepet, és valójában itt egy töltet van a csövecskébe, ilyen csőpatronra elhelyezve, és lehetnek kihordgonzott reagensek vagy katalizátorok, és ezek a reakció eltől el vannak különítve. Ez nagyon fontos, mert így maga a amikor egy katalitikus reakciót hajtunk végre a lombikokban, akkor utána ki kell szűrni, azok veszélyesek, akár egy mondjuk egy palladium szénél fel is gyulladhatunk. Tehát nagyon-nagyon komoly előnyt jelent az, hogy egy ilyen áramlásos reaktorhoz használható csőpatronba helyezik el a katalizátorokat. A töltött töltett részecskék mozgása is korlátozott, tehát így a katalizátoroknak a mérgeződése is mellé csökken, mellékreakciók minimalizálódnak, töltet élettartama javul, és megint az, hogy nagy felület és térfogat arány jobb tömegátadást és jobb hőeloszlást hőel eredményez. Végül azt is fontos megemlíteni, hogy a klasszikus reakciókhoz képest, lombik reakciókhoz képest, itt nagy katalizátor felesleg ugyancsak gyorsítja a reakciókat. És akkor egy játék a tartózkodási idővel. Az elején említettem, hogy ugye a tartózkodási idő az egyik legfontosabb paraméter a áramlásos kémiában, és ha ezt mi, evel mi ügyesen játszunk, akkor szelektív reakciókat tudunk végrehajtani és ezzel a nagy pontosságot tartaszkodási időszabályozással tudjuk ezt megvalósítani. Tehát láthatunk itt egy olyan töblépéses, egymás követő konszekutív reakciót, ez egy hidrogénezés, egy hármas kötést telítünk, kettős kötésé majd a mellékreakció le lehet gyakorlatilag egy teljes ö, ö, telítődés, és ha ennél mi szeretnénk az első ö, intermed, tehát a közti terméket kifogni, az gyakorlatilag egy lombikban nem tudjuk megtenni. Tehát nem tudjuk úgy leállítani a reakciót, vagy úgy beállítani a reakciónak a, a, a időtartamát, hogy hogy abból mi ezt az első közti terméket tudjuk ö, kifogni. És ezért egy áramlásos reaktorban, ha jól játszunk avval a tartózkodási idővel, illetőleg az áramlási sebessége, vagy magával a reakció térfogattal, mert hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy idáig a reakció, tehát a térfogatba, ha idáig eljutunk, körülbelül itt vagyunk annál a pontnál, ami itt a reakciónak a lefutását mutatja, tehát ugye van egy a kiindulási anyag, ami eltűnik folyamatosan, a közti termék szépen emelkedik föl, de van egy pont, amikor a közti termék is kezd csökkenni, mert a végtermék növekszik föl. Tehát van egy ilyen reakcióablakunk, amit a tartózkodási időnek a finom hangolásával el tudunk érni. És ezt nagyon-nagyon sok reakcióban ma kihasználják az áramlásos kémiában. Tehát valójában ez egy lehetőséget ad arra, és ugye persze ez különböző számítógépes és Egyéb optimalizációs, tehát ilyen modellekkel is összekapcsolva, hogy szelektíven hajtsunk végre a reakciókat. Következő dolog, ami áramlásos kémiaban nagyon-nagyon nagy előny, ez, hogy a reakciós sebesség sokkal gyorsabb. Mi az oka ennek? Hogy gyors a keveredés, erről beszéltünk, tehát fokozott anyagátadás van, a másik pedig, hogy megnövelhetjük a paraméterteret. Tehát itt magas hőmérsékleten és nyomáson biztonságosan el tudunk, le tudunk játszhatni reakciókat, vagy reakciókat a mikroreaktorokban, és látható, hogy reaktorban bizonyos reakciók több óráig tartanak, és ugyanezt 15 perc alatt tudjuk megvalósítani egy áramlásos reaktorban, és erre mondanék egy példát ami a saját laboratóriumunkban teszteltük és, és, végrehajtottuk. Tehát gyakorlatilag a magas hőmérsékleti nyomás alkalmazásával jelentősen lecsökkentettük a reakció időket. Nézzük a reakciót, tehát gyakorlatilag két sorban kötött ilyen acél acélkapilláris tekercsreaktort használtunk, és maga a reakció az, hogy fluorobenzolokat ö, először egy fluor amin cserével, pirolidinnel, majd egy második a piperidinnel cseréltük a másik flórt, így gyakorlatilag tandem hajtott ő végre. Most amikor lombikban ezt csinálták, akkor ezt nagyon-nagyon lassan kellett és alacsony hőmérsékleten megvalósítani, mert nem, le, nem történt meg szelektíven ez a bizonyos átalakulás, tehát gyakorlatilag mind a két fluor kicserélődött, ezért nagyon lecsökkentették. 3-10 nap volt. A másik reakciónál pedig, amikor ez sikerült, a második reakciónál 5 órát kellett mikrohullámú melegítéssel 180 fokon. Mi összesen 30 percet használtunk a reakcióra, nyomás és a hőmérséklet jelentős emelésével. 250 fok, 200 bár, 420 fok és 100 bár. Csak egy ilyen kis oldal iránya ennek az egész áramásos kémiának, hogyha ne, egymással nem egy, egy folyadékokat használunk, és ezek a bizonyos úgynevezett golyó szegmentált áramlást jelentik, és gyakorlatilag a Két fázisnak a határán játszódik le a reakció, nagyon gyors és tömegátadás történik, egy ilyen forgóörvény is van mind a két cseppecskében, és ez megint csak számos innovatív kémiai reakciónak a végrehajtását eredményezte így. Ezen kívül nagyon érdekes, hogyha egy, egy ilyen szegmentált áramlást alkalmazunk, akkor gyakorlatilag egyetlen egy flóban több kémiai reakciót is végrehajthatunk, hogyha különböző cseppecskék között egy ilyen inert oldószert, flórtartalmú folyadékot, illetve nem is oldószert, folyadékot használunk, ez szépen elválasztja a különböző reakciókat, és valójában az egyes és a kettes, vagy több reakciót is meg tudunk egyetlen egy flóban valósítani a különböző körülmények között. És akkor a szerves kémikusoknak a legnagyobb dilemmája vagy problémája az, amiért igazándiból szeretik a lombik reakciókat az, hogy látják, hogy mi történik belül. Hát én emlékszem azon a hát, több mint 20 éves szerves kémiai labor tevékenységem során, hogy amikor a lombikban valamit látunk, akkor történt valami, és azt azonnal meg kell nézni, tehát belátunk a lombikba, ezt szeretjük. Na de mi történik, amikor egy áramlásos kémiai reaktor, egy ilyen kompakt készülék van, és valahol egy fém csatornában zajlik le a reakció. Na erre van ez a bizonyos folyadékáramba áramba kapcsolt inline analitika, aminél a vegyész kijelzőn átkövetheti követheti a reakciónak előrehaladását, és erre egy ilyen példa, ez egy hidrogénezési reakció, ezt a piridint telítik piperidinné, és hát látható, hogy ahogy a reakció lefutása folyamatosan csökken, ugye a kiindulási és nő a termék. De hogyan mérik ezt? 30 másodpercenként fölvesz a, ez a bizonyos áramla, áramba kapcsolt infravörös spektrométer egy spektrumot, és azt a spektrumot gyakorlatilag jeleníti meg, az is látszik ez a kis szálkázottság, és visszaáramoltatja, és addig áramoltatjuk a reaktorba, amíg végül is. Ezt a bizonyos teljes kindulásanyag elfogyást ezt, ezt tudjuk érzékelni, és avval mutatjuk azt, hogy kész a reakciónk. Többet észre, mint erővel. Hát igen. Ugye a lombik alapú reakcióban csinálunk egy reakciót, utána azt feldolgozzuk, tisztítjuk, beleteszik egy másik reaktorba, ott egy másik reaktánssal reagáltatjuk, majd megint feldolgozzuk, megint tisztítjuk, és ez így megy. Hát eléggé munkaigényes, és erre találták ma az áramlásos kémia felhasználásával, hogy egyetlen folyadék áramban, különböző típusú oszlopoknak a sorba kötésével végül is több lépéses reakciókat lehet előállítani. És itt látható egy ilyen példa, aminél ugye a tisztítást is különböző oszlopokkal lehet megvalósítani, tehát vannak ilyen tisztító vagy takarító oszlopok, amiket a különböző feleslegreagenseket vagy a melléktermékeket eltáblítják, tehát nem szükséges ez a bizonyos munkaigényes feldolgozás, hanem rögtön mehet a következő lépésbe, a következő reakció lépésbe, és így egy több lépéses, tehát egész szintézis sort lehet végrehajtani, egyetlen áramban és persze számítógépes vezérlés, analitika ugyancsak hozzá van kapcsolva, és hát ma számos gyógyszermolekulának az ilyen többlépéses egyetlen egy áramban való előállítására van már példa az irodalomban, és hát ez a jövőnek az egyik lehetősége. És akkor most egy rövid videót mutatnék be, amivel gyakorlatilag egy ilyen pici kis demó, hogy hogyan is ö, 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 lehet a, elképzelni, hogy mi történik egy ilyen áramlásos, ö, kompakt áramlásos kémiai rendszernek a belsejében. Legfontosabb, amit látunk itt, hogy van ö, van kettő darab pumpa. Most ez egy teljesen ö, egyszerű ö, demonstrációs kísérlet, az egyikben van egy piros festék, a másikban egy kék festék, és a két pumpával gyakorlatilag azt látható, hogy nem tudom, mit a lehet-e mutatni, hogy van egy ilyen T-keverő, ez a T-mixer, ahol valójában ezt a két folyadékot itt összekeverjük, és bele fog kerülni egy modell oszlopba. Ez nem pontosan olyan oszlop, amit egy a áramlásos reaktorokban töltött oszlopként használunk, ez egy egyszerű szilikagél oszlop, annak demonstrálásában egy látható, hogy amint a két különböző színű folyadék belekerül, akkor tulajdonképpen ott lehet érzékelni azt, hogy valójában ők összekeverednek. Na most van egy picikek is csalás benne, sajnos, mert a szilikagél oszlopoknak van egy tulajdonsága, hogy a különböző festékeket hajlamosak szétválasztani, tehát ezért ezt a bizonyos lila szint, amit ugye nem sokára, amint odajut a frontjá, frontjához a két a T keverőből, a összekeveredett, összekeveredett, két szín, akkor ugye lilaként jelenik meg, ez látható, ezt is várjuk, már lehet látni itt, hogy ezen a bizonyos a oszlopnak az alsó részén megjelenik. Csak amikor utána tovább halad, akkor a piros egy picit gyorsabban megy. Ez egy tipikus jelenség, hogyha szilikagél oszlopot használunk, de itt azt gondolom, hogy ebben az esetben ez nekünk teljesen alkalmas, hogy látható, hogy lilaként valójában a két festék az összekeveredik. Tehát tulajdonképpen ezt csinál, ez az a, az, az a egyszerű modell, amit az áramlásos kémiában használunk. Egy picit előrébb megyek, hogy lássuk, hogy hogyan haladunk vele látható, hogy itt a piros egy picit gyorsabb, de nem sokára meg fog jelenni a reaktornak a végén, tehát ott gyűjtjük majd a terméket. Azt gondolom, hogy lassan eljutunk oda, hogy lehet látni, hogy a szép kis csöppöcskék azok már belepötyögnek abba az edényzetbe, ahova terméket gyűjtjük. Tehát gyakorlatilag ez zajlik egy áramlásos reaktorban, csak ezeket az áramlásos reaktorban történő mondjuk látványos jelenségeket mi nem tudjuk ilyen formában a reaktorokban végigkísérni a szemünkkel, mert el van zárva. Hát végül is azt lehet mondani, hogy végtelen egyszerű, és ez az, amit ugye úgy szokták mondani, hogy a szerves kémikus barkácsolhat, kell hozzá neki két pumpa, egy tékeverő, kell egy oszlop, esetleg egy ellennyomás szelep, attól függően, hogy, hogy, egy szabályozó, attól függően, hogy enyhe nyomást alkalmaz -e, és valójában bármilyen reakcióra össze tud rakni magának egy ilyen, ilyen egyszerű Eszközt. Ha tovább megyünk, akkor az a általános vélekedés, hogy ne barkácsoljunk, hanem vásároljunk kompakt készülékeket. Ez persze jelentősen megterheli a pénztárcánkat, de ma már számos olyan készülék áll rendelkezésre, amit meg lehet vásárolni, és abban különböző áramlásos kémiai reakciókat végre lehet hajtani. Itt ugye a magyar gyártású Thales Nano által gyártott Phoenix reaktort mutatnám be elsőként három további készülékkel együtt. Mindegyiknél látható az, hogy a pumpa valahol megjelenik, vagy lehet látni, ahol a, cső, reaktor, vagy az oszlop reaktor, itt, még látható is, itt is ugyanezt lehet látni. És hát ezekben a reaktorokban ugye vannak a különböző reagensek, amiket a pumpák visznek be a reaktorba, és egy másik helyen pedig gyűjtik a terméket. Tehát ezek a legegyszerűbb ilyen vásárolható kompakt készülékek. Azért itt ezen a ponton beszámolnék arról a hazai sikerről, amit azt gondolom, hogy méltán Magyarország büszke lehet rá. A Thales Nano 2004-től vagy 2003-tól kezdve áramlásos reaktorokat gyártott, és 2005-ben elnyerte ezt a R&D Oscar díjat. Hogy miért? Ez a h ...nak a elődje, ez most a HQ Pro, ami már most van a piacon, nem itt most nem a marketinget és nem a, a hirdetésnek a helye, hanem tényleg az, a, az a, a, a igazán nagy lelkesedés, amit ez a készülék a világban végül is okozott. Mi ennek az oka? A hidrogént, ez egy hidrogénező készülék, heterogén-katalitikus reakciókra, a hidrogént elektrolízissel állítják benne elő. És körülbelül a 2000-es évek elején megszigorították a hidrogén az alkalmazását a világszerte a laboratóriumokban. Na ezzel a, reaktorral a biztonságos hidrogén is meg lehetett oldani a laborban, és ott is, ahol mondjuk ezek a, a hidrogén gyakorlatilag kizárták, ott ezzel a reaktorral lehetett hidrogén is csinálni a laboratóriumokban. Itt megemlíteném hazai műhelyekként, ugye a Műegyetemen, Szegedi Egyetemen, illetőleg az eltén ugyancsak foglalkoznak áramásos kémiával és a richter gedeon gyógyszerjában is. És akkor egy ilyen összefoglaló, hogy mitől vonzó az áramásos kémia, mielőtt arról beszélnék, hogy lesz-e forradalom az a szintetikus kémiában, vagy nem. Hát ugye ez egy tulajdonképpen már mindegyik eleméről volt szó, reakcióknak a kismérete, nagy felület térfogatarány, hatékony keverés, fokozott tömeg, a hőátadás, a szelektivitás, megnövekedett paramétertér, akkor közti terméket nem kell kinyerni, egy lép, egyetlen áramban szintézéseket lehet végrehajtani, a áramlásba kapcsolt inline analitikát lehet használni, ide ilyen ön önoptimalizálás, illetve mesterségen intelligencia alkalmazásával. És lényegében távolról vezérelt automatizált reakciók futtatásának és a lehetőségét megteremti. Itt van, amit aláhúztam, ez a gyors optimalizálás és méretnövelés, mert ez egy nagyon lényeges eleme a áramlásos kémiának, és erről csak most fogok néhány szót szólni. És a másik azért mindig felmerül az, hogy most mennyire zöld az áramlásos kémia. Számos zöld kritériumnak megfelel, végül is anyagtakarékos, szelektivitás javítása által, energiatakarékos, Valós idei analitika a szennyezések megelőzéséért, a szintézisek biztonságosabbak, minimalizálják a kockázatokat, és egy másik olyan nagyon fontos előnye, ez az igény szerinti és helyszíni szintézis, amiről még fogok szintén beszélni. Tehát lehetővé teszi, hogy ott, akkor gyártsunk le valamit, amikor arra éppen szükség van, itt nem kell szállítani. Tehát akkor a vegyiparnak a <coughs> egyik ilyen lehetséges jövőképe lehet, hogy hogyan lehet a laboratóriumból közvetlenül a gyártásba átvinni egy már optimalizált reakciót. Ugye, hogy történik ez ma? A laboratóriumi vegyész elkészít egy, egy reakció eljárást, azt átadja a fejlesztőnek, a fejlesztő azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni, új reakció kell, új úton, új módon, nem lehet méret növelni, elmegy az idő, nagyon sok pénz, energia fektetődik bele, teljesen megváltozik az eredeti szintézisút, és eltelik mondjuk négy év, mire gyártásba kerül az a bizonyos gyógyszert ható anyag. Most itt egy olyan vízió, amit már néhány cég alkalmaz, Svájcban a Lonza például, tehát hogy üvegcsipeken optimalizálják a kémiai reakciót, majd a következő lépésben összeillesztik párhuzamosan a csipeket, és a méretnevelés egyszer nevel a sorba kapcsolással történik meg. Majd ezeket a csipállomásokat, tehát látható, hogy itt függőlegesen ezeket a csipeket ide behelyezik egymás mellé, és majd ilyen csipállomásokat hoznak létre az áramoknak, tehát a folyadék áramok összehangolásával, és az egész egy egységként működik. Majd a harmadik fázisban ezeket az egységeket is sokszorosítják és párhuzamosítják, és paralel működtetik. És ezzel gyakorlatilag ugyanazt a reakciót lehet, amit a laborban kidolgoztak, ezért a mikrocsipre, ezt lehet a méretnövelés során használni, nem szükséges új eljárásnak a kifejlesztésére. Tehát számos előnye van a hagyományos vegyipari technológiához és eljárás fejlesztéshez képest. Kevesebb energia és hulladék, nagyobb a biztonság, nincs emberi kontakt a vegyszerekkel, költséghatékony, egyszerű a méretnövelés, eljárásfejlesztés megsporolása. Hát itt ö, ö, vetném be, hogy ugye a mai modern ármlásos kémiai rendszerek, több lépéses rendszerek, minden egyes adat összegyűlik gyakorlatilag egy központi számítógépbe, tehát akár a analitika, akár a szelepeknek a szabályozása, hőmérséklet, nyomás, a pumpák szabályozása, a beállítása, a koncentráció, arányok beállítása, mind-mind összegyűlik egy számítógépbe, és hát ha otthon ülünk a fotelben, egy távkapcsolóval, akár kis, kis laptopunkon, valójában az egész reakciót irányíthatjuk attól függetlenül, hogy bárhol is van ez a világban. Tehát ilyen, ilyen, ilyen remote control, ilyen távoli, távvezérelt reakciókról sokat hallottunk, hogy Japán van a reakció, és mondjuk Európában irányítják. Ez az egyik jövőkép. Ugye robotizált, automatizált működés, ez megint hasonló az előző, ez csak egy kicsit, ugye egy másik ilyen ábrával illusztráltam, itt is a mesterséges intelligenciát alkalmazok, ahogyan az áramlásos kémiai különböző optimalizációs algoritmusok segítségével be kell állítanunk, hogy mi a legalkalmasabb a reakcióút, illetve a reakciókörülmények, ezt ma már a mesterséges intelligenciával nagyon könnyen el lehet érni. És mi, mi, mi lesz itt a jövő? Tehát a szintézis platformokat majd a jövőben úgy tekintjük, mint nyomtatott kémiai áramkörök, hát itt valóban azt lehet mondani, csak nem elektromos áram, hanem folyadékáramok vannak. Valójában egy alaplapra a különböző reaktorokat fel lehet építeni, és akkor tulajdonképpen standardizálva ezeket a különböző áramköröket, kémiai áramköröket lehet számos különböző reakcióban használni, megfelelő áthidalásokkal, megfelelő adaptálással. Egy új hobbi alakulhat ki, most már otthon is készíthetünk reaktorokat, akinek van 3D nyomtatója, az különböző alakú mikrocsatornákat tud ö, ok, otthon magának kedvelésből csinálni. Lényeg az, hogy, hogy ma már egyre ö, 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 elterjedtebben alkalmazzák a 3D az áramlásos reaktoroknak a elkészítésében. Fémek ellenálló műanyagok lehetnek, és hát különböző ilyen, ilyen áramlási profilokat lehet ezzel ugyancsak létrehozni és a 3D nyomtatóba betervezni. Egy nagyon érdekes irány, ez a önöktöbből önoptimalizáló automatizált gyógyszerkutatás, amely gyakorlatilag egyetlen egy rendszerbe foglalja az áramlásos kémiai szintézist, az analitikát, a biológiai vizsgálatot és a molekuláknak az újra tervezését, és ezzel gyakorlatilag, hát a, ahogyan ezt a bizonyos, az a gyógyszergyár úgy publikálta, 60 perc alatt egy ilyen kört meg tudnak valósítani. A lényeg az, hogy ugye megcsinálják a szintézist, a szintézők után, ha jó az analitikája, akkor utána a biológiai eszébe viszik be akár ugyanabban az áramban is, a biológiai vizsgálat eredményeképpen a számítógép eldönti el, hogy megfelelő-e a biológiai aktivitás, ha nem megfelelő, akkor ugye ott vannak benne a különböző molekuláris építőkövek, reaktáns, reaktánsok, ebben egy új molekulát tervez, aminek a mikrofluidikai vagy áramlásos kémiai szintézisét meg lehet valósítani, és így halad tovább, és valójában azt lehet mondani, hogy ha ez az egész jól működik, akkor addig, addig, lehet ezt így működtetni, ma már a mesterséges intelligencia bevonásával is, hogy önmagától a lehető leg abból a reagens körből, ami mondjuk rendelkezésre áll, a lehető legjobb biológia aktivitású molekulát lehessen megtalálni. És akkor itt van az, amiről még beszéltem, ez az ott gyártunk, ahol kell. Tehát az igény szerint ütemezett gyártás helyben. Ugye itt két olyan terület van az egyik ilyen távoli helyek, mint a sivatag, vagy hát a más bolygók. Tehát más bolygókon is, ugye, kémiát akkor kell csinálni, amikor szükség van rá, és nem pedig cipeljük űrhajóval oda azokat a dolgokat, csak azt, ami mondjuk éppen ilyen molekuláris építőkövekként esetleg fontos, és, és több különböző kémiai reakcióban is szóba jöhet, és hát erre ö, ö, Hát Eznek az elvekén fejlesztették ki az igényszerinti termelésnek az elvét. Itt nem szükséges akkor mondjuk a szállítás, ugye, biztonsági kockázatot jelent nagy mennyiségben. A helyszíni igényszerinti gyártás áramlásos reaktorokban minimalizálja ezt a kockázatot. Kis reaktor térfogat, zárt rendszerben működik, meghibásodás esetén is kicsi a kockázat, és itt is automatizálva és távirányítva lehet ezt megvalósítani. Itt van két ilyen ö, gyógyszer kémiára, ö, tehát ké, négy különböző gyógyszer molekulára ö, kialakított, úgymond ilyen moduláris, újra konfigurálható, igény szerinti gyógyszergyártási platform, amit nemrégében publikáltak, és hát látható itt is az, hogy ez is egy ilyen fajta, mint a Lego, csak itt mondjuk ez egy kicsikét uh, már, már komolyabb elemekből áll, hogy milyen elemekből, milyen különböző reaktorokból, reaktoregységekből, modulokból tudják összerakni ezeknek a gyógyszermolekuláknak az á egy áramban való több lépéses áramlásos kémiai szintézisét, és ez hogy ez, ez már valóban meg is valósítottak, ez láthatólag ilyen, <coughs> ilyen, mint ahogy Magyarországon a dexion sarló raktárelemeken oda vannak téve szinte a, a, a reaktorok, és akkor ennek megfelelően a számítógéppel lehet vezérelni, és gyakorlatilag minden egység ezeken a hordozható és gurró, gurulós állványzatokon történik meg. És akkor úgy van, az utolsó pár percben csak arról, hogy a kémia kilép a világőrbe. Ugye ez egy Állom is, hogy majd kémiát csinálunk, meg olyan dolgokat csinálunk, amit a Földön nem lehet, de a világűrben lehet. Tehát valójában van egy fajta ilyen elköteleződés, hogy a kémiát azt vigyük ki a világőrbe, és próbáljunk meg ott új lehetőségeket, új molekulákat csinálni, mások a körülmények. Tehát a világőrnek sajátos körülményei vannak, alapvetően a mikrokommunikáció, a vákum, a komoly hideg, kozmikus sugárzás, és a paramétereknek a ringadozása, ez különösen amikor mondjuk egy ilyen nemzetközi űrállomásra, amikor felküldik a, a tehát felszállra a, a űrhajó, és leszáll, tehát nagyon-nagyon nagy gravitációs ingadozások vannak, de a legfontosabb mégis a mikrogravitáció ebben az egész történetben. És milyen reaktírok ott lehet az űrben alkalmazni? Tehát itt is Ugye egyrészt meg kell felelniük az űr sajátos körülményeinek, az űrbeli alkalmazásoknak szigorú biztonsági követelményei vannak, a reaktoroknak a kismérete nagyon fontos, csak korlátozott a rendelkezésre, ugye lehetőség szerint emberi jelenlét nélkül működő laborok legyenek, mint majd a, a, a jövőben, tehát a Marson is legyen egy labor, amit itt a földről irányítunk. Az analitika nagyon fontos, folyamat és távvezérlés, önoptimalizálás, mesterséges intelligencián támított robotizált működés, legyen moduláris, ezt már láttuk, és megint ez a helyszínen történő igény szerinti gyártás, végül pedig a 3D nyomtatás. Hát nem meglepő, hogy ebben az egész csomagban a győztes az áramlásos reaktor lett. Az első prototípust Bostonban fel is küldték, mert ez a Space Tango, a másik ugyancsak. Kísérleti fázisban van, ez a másik reaktor, amit itt lehet látni. Tehát ez a Space Tango, ez már megmérettetett, ez meg gyakorlatilag ugyancsak egy ilyen fázisban van már. És akkor, hogy, hogy fog kinézni egy ilyen űrállomás, mint gyógyszerkémiai laboratórium? Hát ez a nemzetközi űrállomásnak a, a belső képe, ahol tényleg különböző már kémiainak tekinthető, ha nem is áramlásos, direkt áramlásos kémiai, de, de kémiai kísérleteket végeztek, és hát ebben az egyik kísérletben az InnoStudio révén egy magyar részvétel is volt, amikor egy, hát, Mindenki által ismert rendezivír, COVID ellenes szernek, a, a ciklodenxin komplexének a stabilitását vizsgáltuk három egymás követő alkalommal a nemzetközi űrállomáson. Tehát magyarán a jövő már elkezdődött. De terv az, hogy konkrét reakciókat is, és ebben is vannak már különböző elindított részprojektek. Igazándiból, ha ezt összegezzük, akkor látjuk, hogy fényes jövőt jósolnak az áramlások kémia elterjedésének. láthatjuk itt a, csak a piaci részesedést, ahogyan ezt szépen prediktálják és nől, valójában ez egy eléggé szép utat jár be és szépen növekszik. Ugye a publikációk tekintetében is áramlásos kémia és a áramlásos szintéziseknek a publikációja is, a publikáció is meredeken emelkednek. És akkor feltesszük a kérdést, Valóban egy új ipari forradalom kezdetén vagyunk? Az egyik fenntartás, hogy ki tudunk-e a megszokott ipari gyakorlatunkból és gondolkodási sémáinkból. Ez nagyon-nagyon lényeges, mert számos áramásos kémiai konferencián találkoztunk azzal, hogy van egy ilyen tehetetlenségi nyomaték. Ezt már ismerem, ezt már tudom, miért próbálkozzak újjal, ez nekem megy, ezért hoztuk létre, és ezért született meg az első áramásos kémiai tankönyv, amit 2014-ben publikáltunk, ö, és 21 ben jelent meg a második kiadása. Itt magamon kívül három ö, társszerzőt említenék, ö, elsősorban dr. Darves Ferencet, a Thales Nano és az Inno a, az alapítóját, aki útölő szerepet játszott itt az áramlásos kémia tekintetében világszerte. Tehát egyrészt az ő kezdeményezésé jött létre a magyar alapítású első dedikált folyóirat, ami az akadémiai kiadó részbeni részvételével, ez a Journal of Flow Chemistry. Ugyancsak ő kezdeményezte az áramlásos kémiai társaságot, és ennek kapcsán világszerte tréningeket tartunk, Uh, ahhoz, hogy gyakorlatilag úgy mond, ahogy ezt ilyen csúnya szóval mondják, hogy az áramlás kémiának a penetrációja növekedjen meg. És igazándiból a legfontosabb, hogy ezt az oktatásban kezdjük, tehát a fiatalok számára, akik még nem annyira találkoztak már a lombikalapú alapú kémiával, tehát a lombikai kémiának a gyakorlatilag be beágyazottsága e, az ő fejükben, az nincs annyira meg, hanem egy teljesen új szemlélettel e, próbáljanak meg fordulni az áramlásos kémia felé, és akkor azt gondoljuk, hogy mindazok az ígéretek és mindazok a lehetőségek, amiket ugye ebben az előadásban is megpróbáltam elmondani, ezek tényleg e, e, megvalósulhatnak e, a következő évtizedekben, és hát ezzel zárom ezzel a képpel, hogy Hát láttam egy képet az interneten, hogy a laboratórium 2100-ban milyen. Most csak azt mondom, hogy lehet, hogy a laboránsok robotok lesznek, de az eszközök már reméljük, hogy áramlásos csévéjai eszközök. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.